másodszor vagyunk itt, az ősszel voltunk itt először, úgyhogy van olyan gyerek, aki már másodszor jött. Mindennapos testnevelés van, minden nap körülbelül 5 percet szoktunk velük mozogni, és minden héten egy nap pedig van a nagy torna, amikor a torna szobába szoktunk velük tornázni. Ezen kívül van lehetőség gyógytornára, van lehetőség ovis tornára, de a csarnokba sajnos csak ilyen szünetek alkalmával jutunk el. Mindig ennyi gyerekkel szerintem el tudnánk jönni. 40-50 fő, most is ennyien voltunk. Szerintem érdekelné őket. És lehet, hogy még többen lennénk, ha még tovább jutnak valóban, hogy na, ilyen lehetőség van, jöhetnek a gyerekek, játszhatnak, megismerkedhetnek mindenféle tornaeszközökkel. Mert ez újdonság volt most itt nekik. Szerintem szintén ősszel lesz ilyen az őszi szünetbe. Ez már szerintem ilyen hagyomány lesz, őszi szünet és a tavaszi szünet. A nyáron ugye nincs iskola, akkor óvoda sincs nagyon, akkor nem lehet így szervezni, akkor még kevesebb a gyerek. Ötletem úgy adódott, hogy ez az óvodásoknak már második alkalom, hogy így a csoportokat és az otthon lévő, szünidőn lévő gyerekeket meghívjuk. És mivel időskorúak klubja működik Bábolnán, hát úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk meghívni ide szeretettel a tagokat, ugye a kicsiknek a műsorára, a játékos vetélkedőre, hogy ők is töltsenek itt a bábolnai sportcsarnokba, ismerjék meg a sportcsarnok adta lehetőségeket, és egy kellemes délelőttöt itt eltöltsenek az óvodások körébe, játékos körbe, mert hát amint látta itt mindenki, az idősek is, és a fiatalok is, az óvodások is egy-egy számba szerepeltek együtt. Hát itt, ahogy összejöttünk a sportcsarnok közepén, hát ez egy ilyen mesének beillő, hogy az egyik kapuba az idősek tagjainak, idősek klubjának tagjainak, a másik kapuba meg az óvodásoknak hozott valamit a nyúl. Tervben van egy olyan összejövetel itt az óvodá, vagy a sportcsarnokba, hogy nem csak a bábolnai óvodásokat, hanem a két Bana és Tárkány község óvodásait is szeretnénk meghívni ide a csarnokba. Egy ilyen játékos vetélkedőre, és hát ez valahogy még most a nyár elején fog összejönni. Szeretettel várjuk a két másik óvodás csoportokat is.
this out. Let the rhythm ride you, guide you, sneak inside you, set your mind to move to its pulsation, bass vibration, sense sensation. Pause is not in place, mind and body must be free to please take it all in, nothing to lose, everything to win. Let it control you, hold you, mold you, not the old, the new. Touch it, taste it, free your soul and let it base you. Got to be what you wanna, if the groove don't get you, the rhyme flow's gonna. I'm serious as cancer when I say rhythm is a dancer.